Surprise is surprise. Manója. Én szeretek összhangban maradni a bennünket figyelőkkel, a minket hallgatókkal. 2012-ben kezdte szóló karrierjét, de mai napig is a NEO tagja. Szabad idejében szívesen olvas jogszabályokat. Buthának volt egy legjobb barátja, akit ő elnevezett Manójának, ami azt jelenti, hogy angolul mondom először, hogy the one who is always with the self. Tehát az a valaki, aki mindig egy önmagával. NEO zenekarral kezdtük ezt a közös pályafutást, és igazából én úgy érzem, hogy ott érlelődött meg bennem, hogy ne keressek más főirányt, hanem itt próbáljak meg gyökeret verni és fejleszteni magam. Akiket magamban így megcélzok, azok a kis csápjaikat így előveszik, és jönnek, és hallgatják, és mondják, és szeretik. És éneklik, az éneklés volt az, amiben mindig automatikusan ki tudtam bontakozni, és ahogy elkezdek énekelni, nagyon mélyről fakad elő belőlem, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen varázslás is valahol, hogyha az ember nem a közönségnek, vagy nem a kameráknak énekel, hanem azért, mert éppen egyé válik azzal a hanggal, vagy azzal a zenével, amit éppen átad. Látok egy bámulatosan tehetséges és önálló énekesnőt, aki maga írja a dalait, gyönyörű költői, filozófikus dalszövegeket, amik hatnak a lélekre, az ember fantáziájára. És látok egy egészen kinyíló tehetséget, aki szerintem páratlan Magyarországon, hogy van egy énekesnő, aki az önálló karrierjében ilyen individuálisan tudjon létezni, és ennyire különleges hangzású zenét csináljon.